Kérem, mutassa be pár szóban a Magyar Sarolé-Tenyésztők Egyesületét. A Magyar Sarolé-Tenyésztők Egyesülete miskolci székhellyel működik. 160 tagot számlál most az egyesületünk, és több mint 10 000 tehennek a termelés ellenőrzését végzi. Az egyesületünk a tagjainak tenyésztési tanácsokat, szolgáltatásokat biztosít, és szakmai programokat készítünk a tagjaink részére, és bizonyos szinten érdekképviseletet is ellátunk. A sarolé fajta Franciaországból származik. A 17. században kezdték a kitenyésztését egy akkor fellelhető igavonásra használt állatból, és most már azt kell mondani, hogy a több évszázados tenyésztői munka eredményeként érte el a mai formáját. A sarolé fajtának egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy nyugodt vérmérsékletű, nagyon jó legelőkészséggel rendelkezik, kiváró a borjúnevelő képessége, nagyon jó a takarmány hasznosítása, és nagyon jó a hús minősége, valamint a hús kitermelése, amit ha számszerűsítjük, ilyen 60-62-63%, ami a nagytestű húsmarha fajták között azt gondolom, hogy egyedülálló, illetve a legjobbnak tekinthető. A sarolé fajta magyarországi meghonosítás 1971-ben kezdődött a Szikszói Állami Gazdaságban. Akkori kormányprogram az volt, hogy a szakosodást meghirdette a szarvasmarha tenyésztésbe, azaz a tejtermelés és a hústermelés ketté vált. Az akkori szakemberek úgy döntettek, hogy a sarolé fajta az, ami Szikszón jól fog honosodni, és innen lehet tenyészállattal ellátni majd Magyarországot. De ebben az időben nem csak sarolé fajtát, herefordot, limuzint, más egyéb húszasznú fajtákat is hoztak be az országba. És akkor az elmúlt évtizedek alatt az lett a sarolé fajtának a nagy előnye, hogy az összes egyéb húshasznú fajták és különböző fajstra konstrukciók között előszeretettel alkalmazták befejező vonalként, és így egy nagyon szép karriert futott be a fajta Magyarországon. A kezdeti néhány 10 darabos importból ma jelenleg Magyarországon 3000 darab áttörzskönyves, tehát tisztavérű sarolé tehenet tartunk tenyésztésbe, de ettől sokkal nagyobb jelentősége van a fajtának, mint az a tisztavérű egyedek számából vélhető lenne, ugyanis a tenyészbika értékesítés, amit szeretnék kihangsúlyozni, minden egyéb fajtánál felhasználnak, és ez adja a törzstenyészeteknek a értékesítési biztonságot. A fajtának nagyon jó a nemzetközi értékesítési lehetősége is tenyészállatként. Kelet-Szlovákiában, Erdélyben és Ausztriában, Németországban, Oroszországban tudott a Magyar Sarolé Tenyésztő Egyesület, illetve a tagság értékesíteni tenyészállatokat. Kiemelt programunk itt a Kárpát-medencei gazdák körébe a sarolé fajtának a megismertetése és elterjesztése. Ebben nagyon előre haladott állapotról szólhatok. Székelyföldön sikerült már egy olyan tenyészetet létrehoznunk, aminek a tenyésztési színvonala megközelíti, vagy eléri a magyarországi tenyésztési színvonalat. Ebbe szeretnénk nekik segíteni, hogy a fajta elterjedjen, a számunkra kedves Székelyföldön vagy Erdélyben a fajta meghonosodjon. Minőségi árúból, hízlalási alapanyagból túltermelés soha nem lesz. Ha Magyarországon esetlegesen értékesítési gondok lennének a sarolé fajtát, akkor is el fogják vinni. A hagyományos piacaink olasz, görög és a török piac. A most a felkapott értékesítési kategória az a 300 kg-osig a növendékbika, aminek most napjainkban az ára 3,85 € forintba 1150 forintos árajánlatokat tesznek a vevők. Ez egy nagyon kedvező ár, de ez az ár azt jelenti, hogy ilyen értékesítési lehetőség mellett már a gazdák nem vállalják azt, hogy tovább hizlalják nagy súlyra, hiszen hogyha nagy súlyra hizlalják,
izlaljuk, azaz 550 kiló fölött szeretnénk értékesíteni, akkor ha euróba fejezzük ki, 2,10 euró, 2,20 euró tudjuk értékesíteni, azaz egy 600-650 forintért, ami alig több, mint a fele a növendék hízóalapanyag értékesítési árának, és akkor még felmerülnek a hízlalási költségei, tehát ilyen alapanyag árak mellett per pillanat Magyarországon nem lehet gazdaságos a hízlalás. A sarolé fajta jellemzésénél még hozzátehetjük, hogy kiváló keresztezési partnere minden egyéb húshasznú, illetve nem húshasznú fajtának, keresztezési konstrukciónak, ezért is a világon a legelterjedtebb nagytestű húsmarha fajta, amit nagyon előszeretettel használnak befejező vonalként. Magyarországon, vagy bárhol a világon valaki húsmarha tenyésztésbe kezd, nem feltétlenül kell először tiszta vérű állatot vásárolnia, hiszen aznak a magas bekerülési költsége az csak akkor térülne meg, hogyha ő is tenyészanyagot tud onnan értékesíteni. Tehát ezért én azt tanácsolnám, hogy különösen a kezdő húsmarha tenyésztő az keresztezett állattal kezdjen, azt vásároljon, és az idők folyamán, hogyha kitanult ezt a szakmát, akkor nyugodtan hozzákezdhet egy fajtát alakító keresztezéshez, ami ugye azt jelenti, hogy a továbbiakban tiszta vérű sarolé fajtával keresztezi az utódokat, és 4-5 generáció után eljut odáig, hogy a fajta tiszta állatot megközelítő termelési eredményekkel fog az állománya bírni.